A hercegnő és a béka. A jazzről és finom ételeiről híres szépséges New Orleans városában élt Tiana, aki arról volt ismert, hogy imádott főzni. Tudod, kislányom, mondogatta az apja, időnként megéri a fáradozás, mert az étel örömet okoz, és nagyon közel hozza egymáshoz az embereket. Tiana már egészen kiskorában is folyton egy csodálatos, isteni finomságokkal teli étteremről álmodozott. Különböző ízletes fogásokat szolgálna fel ott az embereknek, a háttérben pedig zene szólna, fenséges a fülnek. Tiana felnőtt. Minden erejével azon volt, hogy mielőbb megvalósíthassa álmait. Spórolt, gyűjtögetett, míg végül eleget összegyűjtött. A közelben lévő régi épületet akarta megvenni, ami valamikor cukorgyár volt. De sajnos a közvetítők nem tartották be a szavukat. Tiana régi barátnője Charlotte tartott egy bált, és ott bevallották neki. Semmi sem lesz ebből, találtunk egy jobb vevőt. Tiana ezt annyira szívére vette, hogy a földre rogyott, tönkretéve a ruháját. Ugyan kit érdekel a szokne, mikor az álmai romokban hevertek? A barátnője, hogy enyhítse a fájdalmát, egy teljes hercegnőjelmezt adott Tianának. Szép ruhát, nyakéket, diadémet és elegáns kesztyűt. De Tianát semmi nem vidította fel, még a Charlotte-tól kapott ruha sem. Nincs az az öltözék, ami csillapítja a fájdalmat, amikor ilyen nagy gondok vannak. Tiana az eget nézte. Egy csillag csillog. Csillag, suttogja. Van egy kívánságom. Szeretnék egy saját téttermet. Hadd váljon valóra az álmom. De a megálmodott és hőn áhított étterem helyett Tiana előtt megjelent egy béka. Emberi hangon ezt mondta a meglepődött lánynak. Én vagyok a híres Nevin herceg. Szavamat adom, herceg vagyok. Csak egy gonosz varázsló ördögi átkot szórt rám. Szívesen adok neked egy éttermet, ha, cupp, megcsókolsz engem. Meg kellene csókolnom egy békát? Micsoda ötlet ez, nem, köszönöm. Egyetlen csók egy hercegnőtől. Kérlek, légy a herceg segítségére. Ha adsz egy csókot, megtörik a varázslat. Na jó, egyet, cupp. Hát ez mi? Ez a több, mint furcsa helyzet talán mindenkit meglepett. Nemhogy nem tört meg az átok, de Tiana is békává változott. Hangzavar kerekedett. Fogd meg, kapd el, ne engedd el! A békáknak menekülni kellett, gyorsan leugrottak a teraszról. Hopp, a dobokon keresztül ugráltak, és aztán piff, felfelé a lufikba kapaszkodnak. A landolás simán ment, a Mississippi folyó egyik holtágába pottyantak, de ez csak úgy emzsegett a különböző veszedelmektől, ahogyan béka ellenségektől is. Egy óriási madár kedvet kapott hozzájuk, és rögtön hat aligátor is. A béka élet nem egy tündérmese, itt bizony hemzsegnek a szörnyetegek. Végre sikerült elmenekülni, Tiana teljes erőből evez, míg Nevin épp egy boton zenél, és gondtalanul énekelget. Hamarosan útjuk a tájai Louis, a mókás aligátor, a remek trombitás, gyakorlott táncos
és a jazz dallamok kedvelője. Együtt jazzeltek Nevinnel, örömmel és élettel telve, Tiana pedig evezett, közben álmokat szövögetve a jövőről. A békák ekkor hirtelen éhesek lettek, így elmentek vadászni. Egy legyet akartak becserkészni, de összegabajodott a nyelvük. Ez az egész különös incidens szerencsére éjszaka történt, így Ré, a Szent János bogár gyorsan a segítségükre sietett. Ré és egész családja, a távolabbi és az egészen közel is fényével egy egész kis ösvényt világított meg a holtágon, és ez az ösvény elvezette őket oda, ahol Odik mama lakott. Fontos dolog az, hogy mit szeretnétek, ezzel nem lehet ellenkezni, de biztos, hogy nem kevésbé fontos az, hogy mire van szükségetek. És ezért ne feledjétek, ahhoz, hogy boldogok legyetek az életben, néha mélyebbre kell ásni, barátokra szert tenni, megtalálni a szerelmet. Ma parádé lesz, a mulatságon pedig Charlottot hercegnőnek kiáltják ki. Egy csók, és el van intézve, mire véget ér az éjszaka, a gonosz varázslat elveszíti erejét. A gonosz varázsló a pokol lakóival karöltve meg akarta hiúsítani a békák tervét, sikoltozott, ijeszgetett, üvöltözött, vonyított és különböző trükkökhöz folyamodott. Folyik az üldözés, a verseny, a hajsza, mindenki rohan, szágult, köröz, arrébb pedig Charlotte még mindig vár, sikerül-e nekik, mielőtt véget ér az éjszaka. Nem, az idő lejárt. Nevin és Tina most már örökre békák maradnak. De hirtelen ráeszméltek, hogy szerelmesek egymásba. Hamarosan lakodalommal ünnepelt a két béka. Tiana így hercegnővé vált. Nevin cupp megcsókolta őt, és ezzel a varázslat megszűnt. Most már Nevin feleségével, Tianával dolgozott fáradhatatlanul, hogy megnyissák az éttermet, és az álmaik valóra váltak. Ez a legjobb étterem, ízletes fogásokat szolgálunk fel, a háttérben pedig zene szól, fenséges a fülnek, megvan az, amit annyira szerettem volna. És az, amire szükségem van, szerelem, öröm és barátok, akiknek lehoznám az égről a csillagokat is.